Már most több tűzeset történt Tolna megyében, mint tavaly egész évben. A lakástűzek száma is meghaladta már a tavalyi eset számot, pedig még el sem kezdődött a fűtési szezon. A Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság már most a kémények karbantartására hívja fel a lakosok figyelmét. Ebben a nyugodtabb, fűtés szempontjából nyugodtabb időszakban célszerű a lakosságnak a saját kéményeit ellenőriztetni. Nagyon fontos az, hogy a kéményseprő ellátó csoport itt Tolna megyében is végzi, teszi a dolgát több mint 20 fővel, tehát minden igényt ki tudnak elégíteni a lakossági szolgáltatási közegben. A sajtótájékoztató apropóját a lakástüzek és egyéb otthoni katasztrófák megelőzése adta. Bán Attila tűzoltósági főfelügyelő elmondta, sok tragédia megelőzhető lenne, ha a lakásokban működne szénmonoxidmérő és füstérzékelő. Tolna megyében az otthoni jellegű létesítmények tekintetében három esetben már az idejében halálos áldozatot követelő tűzeset is volt. Szerencsére szénmonoxidos eseményekben nem történt még haláleset. Egy-két sérülés azért történt, tehát amikor beszállították a kórházba a mérgezetteket, de szerencsére olyan jellegű komor mérgezés nem történt az ő esetükben. Jakab Zoltán a Katasztrófavédelem Kéményseprő Ipari Szervezet Tolna megyei ellátási csoportjának vezetője azt mondja, több a problémás kémény, mint azt a lakosok gondolnák. A karbantartásokat az október 15-én induló fűtési szezon előtt célszerű elvégeztetni. Régóta nem voltak használva, föl vannak telve korommal, törmelékkel, amit ugye eddig nem preferáltak, hogy tisztítva legyen, és amikor elkezdenének tüzelni, akkor egyszerűen nem fogják tudni használni. Hogy ezekben tudunk segíteni, kipucolni a kéményeket, illetve tanácsadást tudunk adni, hogyha egy meglévő kéményhez szeretne tüzelőberendezést vásárolni a mostani helyzetbe, akkor ne történjen olyasmi elő, hogy olyan KH-t vesz meg, amit nem fog tudni használni azon a kéményen, ami neki van. A kéményseprés teljesen ingyenes, és a szolgáltatást a 1818-as díjmentesen hívható telefonszám 9.1-es menüpontján lehet kérni.